Üdvözöllek benneteket, testvéreim! Jó látni a jókat, a béketűrőeket és szelídeket! Most megélugatok! Akik megmaradnak az Úr haragjának napján. Hip-hip, hozzána! Hip-hip, hozzána! Köszönöm. Most pedig hátrahagyott bűneitek feloldozásaképpen vegyétek magatokhoz a szent pogácsát, a Schleyer és Fia cég jó voltából, ahogy Jézus Krisztus Urunk is tette. Áldott légy, Apa, meg a Schleyer és a Krisztus Jézus. Egyétek és vegyétek, ez az én testem. Pazar! Ne pazarolj, testvérem! Most pedig adjunk hálát Istennek mondván, köszönöm, hogy jó emberré tettél, hogy jobbá tettél annál a buzi apámnál és a szakadék anyámnál is, hogy dögölnének meg. Amen. Hé, pia nincsen! A Pacek BT nem hoz több kannás bort. Új szponzor után kell néznünk. Amen. Szívem mindig örül, ha hitetekről bizonyságot tesztek. Ki következik ma? Én. Hozzánya! Gyere, Roland, és tégy hitedről bizonyságot a gyülekezet előtt. Én Ronald vagyok, a harangöntő. Én vagyok Ronald! Én nagyon bűnös ember vagyok. Fúj! Voltam. Egyszer még fekáliával is öntöttem. Vesz meg a Ronald! Az iskolában keveredtem rossz társaságba. Gonosz, tetvedék fiúk tanultak ott. Istenáltalájú! Az osztálytársaim megdugtak bármit, de bármit. Ami az útjukba került, de én sosem támasztottam ilyen korlátokat magamnak. Bűnös! Volt egy ellenségem, ő megsegített. Ekkora zivarokat szívott napi két dobozzal, és a végén szapatokban turháztak ki a tüdeim. Akkor én hálákat adtam neki, és megtértem ide a gyülekezetbe. Áldott legyen! Köszönöm, Roland! Kinek van kérdése Roland testvérhez? Te, Roland! Dugod még a patikus lányát! Nem legyen, mert kiürítem a termet! Nem legyen, mert ürít az atya! Szóval, Roland, mi újság a patikus lánya? Szemen szeret rágalom az egész apám, és nekem semmi közöm hozzá. Én csak belecsöppentem. Köszönöm, Roland. Én hiszek neked. Jó fej vagy, apa! Jó fej vagy, apa! Most pedig Norberté a szó. Testvéreim, veszedelmes tévtanítás terjeng a városba. A narancskopaszok azt hirdetik, hogy a húsevés bűnös szokás. Sátánszó! Isten csak! Rohadt almák adott nekünk kaján, meg mindenféle bigyókat. Bogyókat. Azt halózzák be ők! Ezt nem adhatjuk! Követeljük, hogy tiltsák be a narancskopaszokat, és legyen nekik is magas a koleszterinjük, aki hova is te velem tart! Az éveket alá lehet írni nálam a húsboltban. Karajt rakjál már félre, Norbi! Köszönöm, Norbi! Gyütlés sajt, majornak! Hirdetem még, hogy Gedeon testvér szerény ellenszolgáltatás fejében fest képeket, Kis Jézussal, Madonnával és Schwarzeneggerrel. Hip-hip, hozzána! Most viszont egy szomorú kötelességünknek kell eleget tennünk. Anna testvér, lépj elő. Mondd meg, mi a neved? Anna testvérnek hívnak. Hol dolgozol? Izgalmas nővér vagyok a Pattipsóban. Egy testvéred bevádolt téged. Most itt a gyülekezet előtt még tisztázhatod magad a vádak alól. Lépj elő, te is, Oszkár testvér, és ismertesd a gyülekezettel vágyaidat. Én kérem a gyülekezetet, hogy átkozza ki Anna testvér. Halljátok, ez súlyos kérdés, Anna testvér lelki üdve forog kockád. A kurva életben? Na,
Oszkár testvér, miért kéred a gyülekezetet, hogy átkozza ki Anna testvért? Hát nem volt kedves hozzám! Fúj! 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 Ez egy leterég indok, Oszkár testvér! Sátánnak hívja a macskáját! Fúj! Igen, de a pitbull alapítón Krisztus úrunknak hívják, és ő az erősebb! Krisztus úrunk, hajrá! Hívjük! Meg azt is mondta, hogy parázna! Hogy paráznék, ha megállítanád a liftet, meg meg akartál dugni? Ejnye, bejnye, Oszkár testvér! Meglejtette a Bibliát! Kibújt a lólába zsákból, ennen könnyed vádolj téged, Anna testvér! El vele! No! Köszönöm, testvéreim! Most pedig vigadjuk! Várjatok, még nem mondtam meg, hogy miért! Íme a szendvics! Ismét bizonyítottuk a világ előtt erényeinket! Mint tudjátok, a szendvicset egy hónappal ezelőtt találtuk a gyülekezet termében, és magunkat megtartóztatva senki nem nyúlt hozzá! Ímé! Hát te beleharapott valaki? Tényleg? Ez biztos te voltál? Ez a bárszállandóan? Nem csak kenyérrel él az ember! Te egy kecskével élsz! Nem ítél, hogy ne ítéltes! Hallottátok, azt mondta, hogy ne ítélje! Ha élete